Ő volt minden idők legműveltebb embere, legalábbis sokan úgy tartják. Állítólag elbűvölő, társaságkedvelő és jóképű volt. Leonardo da Vincit, a csodálatos reneszánsz polihisztort legtöbben a Mona Lisa festőjeként ismerik, vagy híres szobrászként, de ő ennél sokkal több volt. Az általa kitalált és megrajzolt szerkezeteket és találmányokat nézhetik meg azok, akik ellátogatnak Kolozsváron a Diákművelődési Házban látható kiállításra. Hídak és harci szerkezetek, a híres robot, repülő alkalmatosságok és persze a mester gyönyörű rajzai láthatók a kiállításon. A világ nagy könyvtáraiban és múzeumaiban több mint 6000 rajz maradt fenn Leonardo da Vincitől. Hát egyrészt, mint találmányok rendelkeznek jelentőséggel ezek a rajzok, ugyanis ezeknek a segítségével tudjuk elképzelni az ő újszerű szerkezeteit, zseniális találmányait. A kiállításon látott makettek is ezeknek a rajzoknak a segítségével készültek el. És hát természetesen egy festő szobrászról van itt szó, és ezeknek a rajzoknak a másik nagyon fontos jelentőségét az esztétikai értékük adja. A korszak egyik legjobb rajzoló, rajzmű, grafikusáról van szó, és nagyon kifejezően, látványos módon idézi fel ezeknek a műszaki találmányoknak a világát, árnyékolja a részleteket. Olyan módon igyekszik bemutatni ezeket sok esetben, hogy nem csak mint egyszerű műszaki rajzok, hanem mint esztétikai látvány is értékelhetőek. Sokszor olyan esetekben is, amikor nem valós megépült találmányokat mutat be, hanem általa elképzelt megoldásokat, emberi figurákat rajzol bele, hogy még közelebb hozza, még ember közelibbé elképzelhetővé tegye ezeket a rajzokat. A korábbi, sokszor technicista, skicszerű, vázlatszerű rajzokhoz képest az ő rajzai hát nagyon látványos, és könnyen felidézhető, a néző, egyszerű néző számára is könnyen felidézhetővé, elképzelhetővé teszik ezeknek a műszaki találmányoknak a világát, és hát ezért is nagyon fontosak Leonardo életművében. Tehát nem csak a műszaki jelentőségük miatt, hanem mint esztétikai látvány is, önálló műalkotásokként is megállják a helyüket bármelyik kiállításban. A műszaki rajzokból aztán szerkezetek születtek, használati eszközök, de amire talán a legtöbb megrendelést kapta Leonardo, hadászati célra készült találmányok. Igen, itt egy harckocsinak a makettjét látjuk, amelyet a Leonardo fennmaradt rajzai alapján készített el a kiállítás anyagát adó firenzei Leonardo da Vinci Múzeumnak a csapata. Hát ez egy olyan téma, amely az életműben és hát a Leonardo rajzai között az egyik nagyon fontos téma. Szokták is ezeket osztályozni, hogy négy nagyobb műszaki találmány vagy rajztípus van a kézirat. Egyrészt hidraulikus eszközöknek a rajzai, Milánó környéken elterjedtek ebben az időszakban a különböző a víz erejét felhasználó szerkezetek, aztán a hadi, fegyverek és hadigépezetek, hát ezeknek egy nagyon szép és gyakran makettekben rekonstruált példája is, a harckocsi őse tulajdonképpen, aztán ezen kívül a repüléshez kapcsolódó rajzai, és hát ez egy olyan kérdés, amely foglalkoztatja életét végig Leonardo, és aztán különböző kisebb mechanikai jelenségeknek a tanulmányozása, és hát ez a téma, a háború, a harci eszközök témája, amit a mögöttünk is láthatunk, azt mondhatjuk, hogy az egyik leggyakrabban felbukkanó téma Leonardo találmányai között, és hát egy fontos is volt a megbízói számára, azon udvarok számára, ahol őt udvari művészként alkalmazták, hogy ilyen típusú az ellenfélet meglepő harci eszközöket találjon ki és készítsen is. Mit tudunk arról, hogy ezeket az eszközöket Leonardo korában megépítették-e és használták-e, vagy legalábbis részüket?
Ez is összetett kérdés. Vannak olyanok, amelyekről tudjuk, hogy megépültek, el is készültek. Ha ebből a szempontból nézzük, hogy mennyire újszerűek az ő rajzai, itt is lehet csoportoként osztályozni szokta a kutatás a fennmaradt műszaki rajzait. Vannak egyrészt olyan találmányok, amelyeket már korábbi korszakokból ismert, vagy valakinek a találmányát ő is átrajzolja, akár ókori leírásokban szereplő találmányokat, vagy kortársainak, tudjuk például, hogy Brunelleschinek a Firenzei dóm kupoláját építő nagy elődnek a szintén zseniális találmányait ő továbbra átrajzolja, foglalkozik azoknak a kérdésével is. Ott vannak aztán emellett a saját találmányai, tehát olyan találmányok, amelyeket ő a kísérletezései során képzel el, talál ki, ezeket van, amikor meg se építették, vagy sok esetben, és hát természetesen vannak azok a gyakorlati konkrét feladatok, amivel őt megbízzák, tehát azok a rajzok, amelyek egy meg is épült, el is készült hidraulikus szerkezethez, szoborhoz, itt közismert Francesco Sforza, milánói herceg, nagy bronz köztéri szobrának a története, azoknak a rajza is megtalálhattak ugyanúgy ezekben a kéziratokban, és amelyek, és a negyedik csoport, ez egy nagyon érdekes, izgalmas rajz típust képvisel, vagy tematikai egységet pontosabban, a kutatás technológiai álmoknak nevezi ezeket, ilyen víziószerű, soha meg nem valósított, a lehetőségek határait feszegető, vagy fantáziáját szabadjára engedő, nagyon látványos műszaki szerkezeteknek a rajzai. Úgyhogy találunk olyant is, ami megépült, valós, írott forrásokkal összele, tudjuk is, hogy hova készült, de hát ez egészen a víziószerű fantázia rajzokig terjed ezeknek a Leonardo kézirataiban fennmaradt rajzoknak a köre. A robotika automatika atyaként tartják számon Leonardo da Vincit. Zseniális, ölni tudó, a karjait, nyakát mozgató robotot épített, amelyet középkori lovagi páncélba öltöztetett. A páncélos robotot állítólag egy hercegi esküvőn mutatta be a korabeli úri közönségnek. Profétaszerűen előre látott későbbi folyamatokat. Szokták a mérnöki tudományok profétájának is tekinteni, pont arra utalva, hogy előre, annak ellenére, hogy nekik nincsen meg a lehetőségeiket. Tulajdonképpen a korszakban a víz és a szél erejét tudták felhasználni, mellette az emberi és az állati erőt, de kitartóan kísérletezik, hogy lehet ilyen folyamatokat a működőképessé tenni, és hát ebben a tekintetben is újszerű a korszakban, sőt, hát hosszú ideig, vagy hát hosszú időnek kell eltelnie, amíg ezeket a kérdéseket megoldják. Mint sok kortársát, őt is foglalkoztatta a repülés. A legelsők között volt, aki tudományos alapon próbált repülőgépezeteket alkotni. Az egyik olyan kérdéskör, amely végig foglalkoztatja a élete során, de tulajdonképpen kortársait is a repülésnek a kérdése, és hát számos olyan szerkezettel kísérletezik, amely ezt a kérdést reményei szerint megoldhatná. Sárkányrepülőt tervezett, itt láthatunk kiállítva egy makettet, de a másik olyan megoldás, ahol úgy gondolta, hogy a repülés kérdését sikerül megtervezni, működőképessé tenni, az a madarak repülését tanulmányozza hosszasan, és olyan szerkezetet készít el, amelyet egy ember működtet, és mozgatható, a madarakéhoz hasonló szárnyai vannak, fölöttünk is egy ilyen szerkezetet látunk, és tudjuk azt, hogy ezt meg is építették egy Firenze melletti dombról, próbáltak is felszállni ezzel a szerkezettel, vagy egy ilyen típusú szerkezettel, hát természetesen ez akkor még az ő körülményei
szerkezeteik között ez nem volt lehetséges, vagy olyan szerkezeteiről is tudunk, amely tulajdonképpen a mai helikopter elve szerint működött volna, hát természetesen egy nagyon kezdetleges formában, úgyhogy több síkon is próbált olyan szerkezeteket megtervezni, megrajzolni, kísérletezni ilyen típusú szerkezetekkel, amely az ember repülését a Icarushoz hasonlóan tette volna lehetővé a 15. század végi, 16. század elejé Itáliában. Az, amit ma mi Leonardóról gondolunk, azt mondhatjuk, hogy legalább annyira fontos volt ez a típusú tevékenysége, mint festészeti munkássága, számos esetben zseniális újításokat jön a műszaki területen is, és hát ha megnézzük a saját életét, hogy a számára ez mennyire volt fontos, azt mondhatjuk, hogy hát abban az esetben is ő tulajdonképpen az életének a jó részét ilyen feladatok megoldására töltötte ki. Firenzéből indul, egy céhes világból, ott sajátítja el a festészetnek, a szobrászatnak, építészetnek az alapjait, és hát itt is tölti fiatalkorát, aztán innen kitörve Milánóba, a milánói Sforza hercegek szolgálatába kerül, és udvari művészként a felvezetőben is említett levélrészletben ezt jól leír, hogy 10 pontba foglalja össze ajánlatait a herceg számára, hogy ő mihez ért, és ott 9 pont hadmérnöki és építészeti feladatokról szól, és a 10. pontban azt is megjegyzi, hogy ha óhajtják a Sforza hercegek dicsőségét, a hercegi család nagyságát, akár festészeti és szobrászati alkotások segítségével is tudná dicsőíteni. Úgyhogy ez a levél is jól jelzi ezt, plusz ha végignézzük az életművét, akkor úgy a milánói hercegek szolgálatában, mint később a franciák, a pápa, vagy más udvari szolgálatban eltöltött időszakában a feladatainak a zömét, azok konkrét hadászati feladatok, városrendezési, vízvezetékek tervezése, vagy egy folyó elvezetése, hídak tervezése töltötte ki, vagy hát nagyon érdekes, szintén ilyen gyakorlati jellegű része az életének a különböző alkalmi ünnepségek számára tervezett dekorációk, vagy olyan automata szobrok akár, amelyek egy-egy ilyen ünnepi alkalmakra készültek. Úgyhogy visszatérve végig foglalkoztatja élete során, tehát nem csak a festészeti vagy szobrászati kérdések, hanem ilyen típusú műszaki feladatok, és úgy tűnik ebből az említett nagyszámú 6000 lapnyi anyagból, hogy hát ez végigvonul, és egyik fontos kérdés volt élete során is Leonardo esetében. A Leonardo da Vinci alkotásaiból álló kiállítás Firenzéből érkezett, és április közepéig látható Kolozsváron.